Most nincs itt Marci, de gondold, akkor átveszem a szerepét. Mindig ez a kommentától szólál meg később, szóval azt hiszem átengedem. 2003-at írunk! Kint vagytok a haverokkal szombat vagy vasárnap, ezt te döntöd el. Nagymama Florentin szeretet csinál, most adta ki a Metallica az új albumát, nem nagyon tudjátok, hogy hogy álltok hozzá, minden esetre szkeptikusan álltok hozzá. Egyelőre ez a lényeg, beleteszed, rárakod, gyúrtok, edzetek, minden nap, minden hétvégén beleteszitek a szíveteket, kihozzátok magatokból a maximumot. És itt kapcsolódnék hozzá a következő Mad Scientist tételhez, a Liquid Florentine nevű új Barrel Project. Sör. Fú, Marci, nagyon megtévesztettél most. Nem minden palackot töltöttünk meg ennyire. Valamiben még ennél az 5 decinél is többet tettünk, tekintve, hogy 7,5 decis a palack. De mi annyira szeretnénk, hogy mindenkinek jusson, hogy azt a palackot kóstoljuk meg, amit már korábban is megkóstoltunk egyszer. Szél is a véget. Ezáltal is nálunk a Mad Scientistnél arra törekszünk, hogy minél több palack jusson ki a kedves viszonteladói partnereinkhez, illetve hozzátok, fogyasztók. Mi minden nap, étnappal átéve arra törekszünk, ezt megvalósítsuk, dolgozunk keményen, sokszor hétvégén is, sokszor este, hajnalig, nem törünk bele, csináljuk. Ugye, Balázs? Igen, igen, abszolút. Liquid Florentine, mit tudnál erről mondani? A Liquid Florentine-ről azt kell tudni, hogy a főzdében lévő 16 ember közül mintegy ketten tudták mi ez a Florentine szelet rajtam kívül, amikor mindenkinek mondtam, hogy úgy tök jó, és az új sörnek ez lesz majd a motivációja, meg nem tudom mi, hogy Florentine szelet, és így én neki, hogy egy what? Amikor mondta, hogy Moszkvaúr ez nulla emberrel bővítette a kört, de azt kell tudni róla egyébként főleg, hogy ez egy bourbon hordója lett Barley Wine, amiben a híressé vált sütőnkben pörkölt mandula került, sótlan mandula, ezután só is, hogy sós legyen az a mandula, került bele még narancshéj, narancs, meg kakaóbab. És ennek a kombinációnak volt az a hivatás, hogy ezt a Florentine szelet dolgot előállítsa. Wow. Szerintem sikerült. Ugye a Florentine szeletre azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag egy olyan cucc, hogy az alja be van egy ilyen nagyon vékony kis, majdnem chipsvékonyságú sütike, az alja be van vártva étcsokiba, felül meg egyébként ugye ilyen karamell, meg pörkölt mandula, meg kandírozott narancs így összedolgozva. Tehát amúgy egy viszonylag egyszerű dolog, de nagyon-nagyon finom. Most egy kicsit kiestem a szerepemből ennek a kóstolásnak köszönhetően. Tök jól áll neki a szénsav. És ennek a narancsnak van egy, tehát ennek a narancsosságnak van egy ilyen üdítő. Igen. Jellege, már természetellenes. Azért azt kell tudni, hogy amikor először beletettük még csak a mandulát első körben, utána megkóstolva nagyon-nagyon jó volt a maga a mandula íz, viszont éreztük, hogy azért nagyon fog kelleni ez a narancs, mert annyira durván hozni ilyen édes mandulás íze volt, hogy mindenképp kell bele valami kis frissesség. Hát ez annyira narancsos, hogy nem is tudom, hogy el tudjuk-e hitetni az emberekkel, hogy ezt most csak így mi a narancsnak köszönhetően meg tudtuk valósítani, pedig így van. Tehát, hogy Balázs a Barrel projektnél eltökélte, hogy nem fogunk semmilyen ilyen mesterséges addíciót használni, hanem minden a természetes módszerekkel lesz megvalósítva. Közben rakosgatjuk itt már a kertet, aztán itt kiintegetek a kamera mögülre. De hogy itt most nálunk szerda van, április 21-e, és egyelőre még nem tudjuk, hogy ki tudunk-e nyitni holnap után, de azt reméljük, hogy ki tudunk nyitni holnap után. Esetleg ez a Liquid Florentine, ez még azért később lesz majd bejelentve ennél. Az de... már a ti dolgotok. Szép nap van, ezért viszonylag hosszú ideig kellett várni, hogy végre elkezdjenek flexelni, mert nagyon nem akaródzott itt a szomszédainknak, de azt gondolom, hogy megértem, mert azért mégis ad neki egy ilyen főzdepark jelleget. Tudják, hogy nem egy green box, nem egy ilyen steril valami. Nem egy green box a Váci út elején. Industrialitásnak a szívében
a 10. kerületben, ahol minden kezdődött, ugye? Igen, fura, hogy az elmúlt 5 percben egy kamion sem ment el tőlünk 4 méterre, egészen lehangoló. Szomszédos, nem annyira versenyautók, versenyautóvá járatva, és egyéb dolgok. Figyelj, tulajdonképpen én nagyon picit, mert támogatom. Közben elfelejtettem már, hogy mi történik. Ugye a kinézetre nem a mindennapi Barley Wine-od. És még nem is az a dolog, amire ránézve talán végető vágyat érezné, hogy megkóstol, de ez csak a kinézet. Tehát a mandulának köszönhetően a habtól inthetünk búcsút, a narancslének köszönhetően a pedig attól, hogy szép legyen. Hibátlan kombó. Itt, hogyha esetleg rá tudsz erre fókuszálni, itt látod oldalt, hogy gyakorlatilag ez mintha olaj lenne a felszínén a sörnek. Hát ez sajnos ennél az erősségnél már megvan, de egyébként ugye kicsit így megpörgetem, akkor látszik, hogy van szénsav tartalma. Egyébként több szénsav tartalma van, mint amire számítana az ember. Mint amire számítanék én, akkor pontosítok. Kb. Ez volt a terv. Az, hogy ez volt a terv, az egy dolog. Én kevesebbre számítottam. Ja. Így a kinézete alapján, mert annyira ja, nem úgy, tud aha. benne hab képződni. Igen, hát azért a narancs, héj meg a mandula is viszonylag olajos dolgok. Hmm. Mind a kettő nem segíti ezt elő. Ízre egyébként szerintem iszonyatosan domináns a narancs minden formában, de hogy a narancs héj talán, ez az ilyen kandírozott narancs, igen. ami a legjobban jön. Nekem azért a csoki az nem... az nincs benne az első háromban. Igen, inkább a narancs és a mandula az, ami igen. meghatározó. Itt már azért háttérbe szorul a hordóság is. Ez most tényleg egy olyan dolog, ahol ha az ember egy süteményt akar megvalósítani, akkor bele kell törődni, hogy nem minden fog ugyanolyan intenzitással érződni. Most mi egy pastry barley wine-nak neveztünk el egyébként? De nevezhetjük pastry barley wine-nak szerintem. Vagy pastry wine. Pastry wine. Hm. Akár. Pastry Barley Wine. Na, Pastry Barley Wine az jó. Ugye nem, még a címke rendelésig se jutott. Még a címke dizájnig se jutottunk el, ugye? Amennyire tudom, még arrébb van, igen. Már annyira sérülékeny volt ez a formája a sörnek, hogy ez egy hónapja van karanténban. Igen, tehát hogy megnézzük, hogy meg tudja-e tartani ezt az állapotát, meg tudja. Kíváncsiak voltunk, ugye? Olyan, mint például a narancshéj, az illékony anyagokban elég gazdag. Az egy legendás ilyen narancs talanodáson tudnak átmenni a narancssöreink. Igen. Nagyon-nagyon rövid idő alatt. Tehát itt kijön a tartályból, és így ültetvény, meg mit tudom én, mi spritzeritek egymást. A karácsonykor tudod, amikor így meggyújtod a narancs, ja. ezért meg a radiátoron kiszárítod, aztán egy hónap múlva már mint hogyha nem is lett volna benne. Hát lehet egyébként ennél is, hogyha csak héj ment volna bele, és konkrét gyümi nem, akkor lehet, hogy ennél is elillant volna jobban. De itt azért héjből is egy nagyobb mennyiség, mint az átlag, és maga a gyümölcs is segít megőrizni az ízt. Hát ez inkább egy... Hát ez minden szinten egy folyékony desszert egyébként. Igen. Tehát nem hiszem, hogy az, amiből egy ember elfogyaszt 0,75 litert. Bár az az ember valószínűleg, aki megiszik egy üveg tojáslikört, az valószínűleg ebben is el tud fogyasztani egy üveggel. Én azért azt mondanám, hogy osszátok meg. Tehát, hogy normális esetben egy barrel projekt az 2-4 emberre van kitalálva, igen. szerintem. Nem igazán érdemes. Tudunk talán most ünnepet mondani a következő pár hétből, amin érdemes ezt megosztani, szóval ugye mindennapokban. A nyitás ünnepe, a szeretet ünnepe, a majál is, mint ezt tudjuk, szóval ilyeneket tudunk ajánlani. A majál is ez azért egy jó florentin. Florentin majál is. Csak az a baj, hogy addig nem fog kijönni.
Hát az baj. Igen, a címkével általában egy ideig még el szoktunk bíbelúdni. Meglátjuk. Lehet, hogy mire kijön, már teljesen más világot fogunk írni. Mi minden esetre csak szerettünk volna eldicsekedni vele, hogy hamarabb tudjuk megkóstolni, mint ti. Tehát majd, hogyha nektek is sörfőzdétek lesz, akkor majd ti is megtehetitek. Hát jó van akkor. Ez a kemény munkának a gyümölcse. A viccet félretéve szerintem megint egy nagyon különleges tétel lett, tehát aki a mostanában ezen a Balázs vonaton szívesen ücsörög, az nem fog csalódni ebben a sörben sem. Igyekszünk nem egy hangúak lenni. Egi. Egészség. Na, ezért repülő megvárta a videó végét, az egész kedvéstől.